Fürgén pattognak a labdák a pingpongasztalon, oda-vissza adogatják egymásnak a játékosok. A Szekszárdi Sportközpontban megrendezett integrált asztali teniszkupán mozgássérültek és egészséges társaik mérhették összetudásukat. A Fáklya Sportegyesület minden évben havi szinten szervezi meg a versenyt, ezzel is lehetőséget adva a mozgáskorlátozott és az egészséges sportolóknak az összecsapásra. A rendezvények meghívásos alapon működnek, a szombaton megrendezett kupán 11-en vettek részt. Sebestyén András, az egyesület alelnöke arról is beszélt, hogy miért ezeket a kisebb házi versenyeket preferálják jobban. Valamikor nagy rendezvényeink is voltak kint a küzdőtéren, ott 80-100 ember részt vett, de az olyan nehezen, nem volt már olyan gördülékeny. Ezek ilyen pörgős, gyors versenyek reggel jönnek, 8-kor, fél 9-kor és délután 3-kor nagyjából végzünk. Mindenki játszik 8-10 mérkőzést, azért egy kis kupát, egy kis érmet, egy kis borocskát hazavisznek Szekszárdról. Most Pécsről és Budapestről jöttek, többen helyiek is vannak. Egy dombóvári kollega nem tudott eljönni a hóhelyzet miatt. A jelenlévők évek óta űzik ezt a sportot, más versenyeken is képviseltetik magukat. Igazából az ismeretségi körömből, ugye, hogy sok pingpongos csoportban benne vagyok a Facebookon, és akkor onnan szedegetem össze az embereket. Most nyitottunk ez a pécsi irány felé, mert eddig ők nem nagyon voltak eddig, de hogy színesítsük itt a Tolna megyeieknek a játékstílusát, így a pécsiekkel, Baranya megyeiekkel fölvettem így a kapcsolatot, és az utolsó 2-3 rendezvényen ők oszlopos tagjai lettek a dolognak. És úgy látom, jól érzik magukat, mert első hívószóra jöttek, és a hóhelyzet ellenére is ide jöttek. A fiatalok körében manapság nem számít népszerű sportnak, nincsen utánpótlás. Erről is beszélt Sebestyén András. Én azt látom, hogy ez a 30 alatti korosztály az nagyon kevés, és nagyon nem is mozdulnak. Illetve ma olyan szerencsétlen nap van, hogy most írják ezeket a felvételiket ugye az iskolákba, tehát eleve ezért kizárodott a dolog, de nem nagyon mozdulnak a fiatalok. Tehát ez a 30-tól fölfelé inkább ez a 40-es, 50-es korosztály, aki jobban megmozdítható, meg első hívószóra is eljönnek. A Fáklya Sport Egyesületet eredetileg mozgássérült asztali teniszezők számára alapították, mára viszont lecsökkent a számuk, a meghirdetett versenyeken inkább az egészséges játékosok vesznek részt.